Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Tibi, jó reggelt, hello! Szevasztok, picit büszke vagyok ezzel a múlt heti akciónkra, mert a Janinak a táncos videója azért finoman fölborzolta a kedélyeket, ugye? Ami jó, az igen. Jó. Ami jó, az jó. Sok szerelmes levelet kaptam. Ezt akartam, hogy milyen visszajelzések jöttek a táncos performance-ra. Hát sokan felfújták volna a kis szoknyácskámat. Egyébként tényleg. Sőt, láttam valami bulvár, még rá is csúszott arra, hogy... Balázs dalolására. Igen, igen. Hogy, ott volt a telinkedés, utána megmutatták a terútát. Hogy én milyen kínos helyzetbe osztalak és megosztottam, és nem akartam mondani, hogy a Morning Show-nak a Facebookján volt először kitéve, utána tettem ki fél nappal. Igen, ezt úgy tudták eladni, hogy te csináltál rólunk egy ilyen kis animációt, hogy én táncolok, te rúttáncolsz. Igen, vicces videó sem. Kassa Tibi megalázta. Azt, hogy hol tart a bulvár, de tényleg mennyire. Kassa Tibi megalázta Sebestyén Balázsékat. Nyilván úgy át a kikerésre rá kell hajtani azért. Amit ti magatok osztottatok meg ugye a Facebook oldalon, igen, majd én 5 órával később én is kiraktam, mert hogy legyen ott állam. Kimagyarázott, hogy szemétállat voltál. Ugye, fut a gyáva, fut menekül. Csak az a szomorú ebben egyébként, hogy a bulvár már számtalanszor rákúszta a vizes lepedőt, ilyen mondva csinált ürügyek. Igen, döbbenet, hogy ebből ezt tudták csinálni, igen, és már bekommentelték, hogy gyerekek, azért ne hagyjatok már ilyen címet. Igen, 5 órával korábban ki volt nálatok. Na viszont azt gondoltam, hogy tőletek kaptam tegnap estére egy ajándékot, mert hétfő este azért nem standard buli időpont. És rendeltek egy bulit egy furcsa időpontban, egy furcsa helyszínre. Az volt a helynek, hogy Debrecen Kazánház. Na mondom, jó. Ha most nem a Balázsék szivattak meg, akkor soha. Elindultunk lefelé, de én mondogatta a bátyám, Gabesz, van szerződés? Van, Gabesz, milyen a hangja, milyen volt? Van szerződés? Tudod, lementünk, és láttam magamat, hogy ott állunk egy nyomorúságos kazánház mellett, tudod, ketten, és nagyon röhögünk, hogy Gabesz, na most megszivattak. Tehát, hogy most eljött az a pillanat, amikor egyszer lukra futottunk bulival, de egy hely létezett. Pedig azt mondja, hogy ez a ti ajándékotok lesz, egy kicsikét rácsúsztok, és rendeltek végre egy ilyen kamu bulit, és nagyon kellemetlen ott fogunk állni a Gabesszal. Nem, majd azt ezután csináljuk. Ott állnak hárman, tudod. Igen. Három fűtő. Utcaháztám is egy ilyen mozdony makett, valami meg állok ott a izé mellett, és nagyon várom, hogy hol van a közönség. Na és milyen voltál első nálunk a Bókaiban? Embertelen jó buli volt, az egész majálisos ilyen maraton az baromi jól sikerült, rohadt nagy eső volt, de le a kalappal mindenki előtt, aki ott, de embertelen jó buli volt. Az eső miatt nem indultunk el egyébként. Na, megértem, és abban a pillanatban, érted, elkezdett esni az eső, nem mondom, szegény Tibi. Nem. Szegény virág. Hát ráadásul a virágnak meg jó is, hogyha... Ja. Hogy... Ja, tényleg. Ez egy ilyen nap. Mondjuk el a mai adás apropóját, mert egy kicsit más lesz, mint... Már célozgattunk rá múlt héten egyébként. Célozgattunk rá múlt héten, amikor is már egyfajta, nem is azt mondom, hogy ismétlést tartottunk, de belehallgattunk egy-két jó pillanatban, és... Állj! Egy-két jó pillanatban. Hát miért hallgatod meg az összeset arra? A Morning Show musicalek egy-két jó pillanat, hát azok ikonikus. Emblematikus. Aha, pillanatok voltak. Igen, és ezt, hogy ma folytatjuk, mert hogy Tibi a rovattal együtt nyári szünetre megy innen a Morning Show-ból. Gyerekek, egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Tehát rengeteg felkérés, nem. Koncert, közönség találkozó, május 1. Most elkezdett írni egy új dalszöveget is, már majdnem háromszor megvan belőle, valahogy ezt nem többit is össze kell. Igen, refrén már megvan. Tesszemetek vagytok. Úgyhogy Tibi nyári szünetre megy itt nálunk, ősszel jön majd a folytatás. Az is lehet, hogy egy kicsit más formában. Ez még lemezzel a lálálánánánával együtt. Terrohadék vagy. Nem, egyébként utána számoltam, nem tudom, ti számolgatotok-e, hogy 5 és fél év, mióta van? Azóta, ahogy a Danubius vége volt, az utolsó turnénkon Szegeden jöttél el hozzánk. Ez lett volna a kérdés, hogy emlékeztek-e rá, hogy engem mikor nyertetek meg magatoknak, mikor csaklisztatok, mikor láncoltatok magatokhoz. Ez egy Danubius rádió régen. Ahogy annak vége lett, úgy éreztük, hogy egy rossz van, akkor még egy elfér. Emlékszem, hogy Feri mondta, hogy ebbe egy év sincs, aztán 5,5 lett. Szóval, hogy nyári szünetre megy a rovat, és ezért arra gondoltunk, hogy az elmúlt évek legjobb pillanatait idézzük föl, leginkább hanganyagok formájában, mert hogy nagyon sok ilyen készült régebben, és hát ezek ugye legendássá válták, sok hallgatónk szerette, sok hallgatónk azóta is kívánja, vagy kívánta, vagy kérte tőlünk.
nekünk, hogy de jó lenne ezeket újra meghallgatni. Úgyhogy összeválogattunk ebből néhányat. Nyilván az összeset nem tudjuk megmutatni. Több száz volt, nézegettem, hogy mennyi volt. Azért 300-400 volt egyébként körülbelül, és abból egyébként az archívumban már csak közel 100 van meg. Tehát a régebbiek azok meg sincsenek. Én is próbáltam össze-vissza vadászgatni még, hogy miket tudtam ilyen Winchesterekről így visszahúzni. Nekünk is hatalmas élmény lesz végighallgatni ezt a 40 másodpercet. Te miről beszélsz, te szerencsátok? Legalább a könnyes búcsú az hozza ki belőled az érző lelket. Nincs benne ilyen. Nincs ilyen arca. Tehát nincs lelke. Na az első bejátszó az rögtön egyébként egy olyan rovat, ami szintén állandó rovat volt, és egyébként nem is értem, hogy annak miért lett vége. Az annyira jó, tartalmas valami volt, hogy a Pákónak is volt rovata. Hát az rövid életű rovat volt, néhányszor átcsörögtünk, és talán... Mi volt a nyertő? Nem. Mondókákat, vagy szólásmondásokat, nem tudom miket. Tanítottuk magyarul, és szólásmondásokat adtunk neki, hogy azokat mondja vissza nekünk, és értelmeznie kellett, igen. Na de, mi ugye ezt tovább vittük, és azt mondtuk, hogy ajándékozzuk meg az országot, a nemzetet azzal, hogy GPS-ként élvezhessék Pákó hangját, ami egy teljesen korrektül elkészült GPS volt, letölthető volt a Morning Show weboldaláról, nem tudom, hogy még, lehet, hogy még talán most is az, de régen biztosan az volt. Hát, ha mennyi frissítés van. És mi ezzel valami sokat mászkáltunk, és itt jön egy percnyi anyag abból, hogyan készült, hogy GPS dolgokkal, ilyen szavakkal hogyan tudott megbirkózni a mi Pákónk. Meghallgatjuk. Egész, élesen, henye. Enyhén. Ez nehéz lesz. Nem baj, mondjuk. Enyhén. Enyhén. Ilyen nincs meg. Veszed, Gobesz? Veszed. Tehát enyhén. Enyhén. Bazzeg, hát nem lehet. Enyhén. Jó, mondjuk fel, ahogy tudjuk. Tehát enyhén. Helyén. Pákó, nincs ilyen, hogy enyhén. Enyhén. Helyén. Mondd, hogy enyhén. Enyhén. Nagyon jó. Megvan, ez jó. Enyhén. Ezt elfogadtuk. Jó. Igen. Mit találtál, Pákó? Enyhén. Hagyjad már. Ne enyhézzél. Megvan. Na, hát ezt nem annyira tudta kimondani. Nem, figyelj. Ezt nem tudta kimondani. Hát konkrétan, tehát ez ugye az, ahogy készültek a különböző GPS, fordulj jobbra, jobbra, előre, hát van, igen. Menj le jobbra, a temetőnél. Meg nem tudom, ilyeneket mondattunk fel, mert fél elpusztulsz. Rengetegen letöltötték a morningshow.hu-ra, azt nem tudom, hogy még fent van-e, de Pákó hangja sokáig letölthető volt GPS-nek. Ez használható volt? Ezt ebből csináltunk egy programot, és ez letölthető volt, tehát ezt leszedhetted a GPS-re. Az egyik legnépszerűbb GPS-re ez telepíthető volt, egy kézmozdulat, ami ez, nekünk egy GPS-en ez rajta van, hogy a mai napig járunk vele, ha röhögni akarunk. Ez egy korrektül használható GPS, teljes hangkönyvtár volt a Pákóval. A következő hanganyag az, hogy rengetegszer megmartatok engem, egyébként szinte mindenért, de például azért is, hogy túl sok... Mindig jogosan. Olyan jók voltatok hozzám, hogy túl sokféle fellépést vállalok el, és amikor túl sok lakodalom becsúszott, akkor a Balázs hát egy picit elkezd engem marni, hogy miért vállalok el ilyeneket? Tehát, hogy miért kell lakodalomba menni, miért kell mindent elvárni, és azt mondtam, hogy hát mert nem válogatok, hát ott is engem akarnak, ez egy megtiszteltetés, tehát megy oda is az ember, meg hát ugye nem számlás zömében. Ugye? A másik, ugye? Hogy sem befizet. Mivel nem számlás zömében, de nyilván megy az ember. És hát készült ebből is egy anyag, mert úgy éreztem, hogy el kell magyarázzam nektek, hogy pontosan mi is áll a lakodalmi meghívások hátterében. Tisztesség, tartás, becsület, értékek, melyek évezredek óta meghatározzák világunkat. Mert van, aki nem eladó. Mert van, aki pénzért nem kapható. Na én speciál nem vagyok ilyen. Rendelje meg Lagzi Tibit esküvőjére vagy lakodalmára, és hallhatja az elhíresült mondatokat, mint például: ahol ott van Lagzi Tibi, ott a násszal nem lesz bibi. Vagy például: a hangulat könnyű, laza, garantálja ifjabb kasza. Lagzi Tibi, megrendelés vonalas telefonon. Lagzi Tibi, mert attól, hogy valószínűleg elváltok, a bulitok még lehet jó.
Nem is, erre nem is emlékeztem. Igen, rengeteg van, amire nem emlékszel. Tehát, hogy, ifjabb kasza, Tibi. Igen, igen, garantálj, ifjabb kasza. Megrendelés vonalas telefonon, ez nagyon fontos volt hozzátenni. De hát ezzel azért kiúsztam a probléma méregfogát, nem? Tehát Balázs, hogy ez alapján már érezted, abszolút. Hogy ugye? Abszolút, tehát, abszolút. Hogy szerettem. És amikor jártál, akkor ezeket a mondatokat nyomtad is? Ez a ahol ott van, ahol ott van Lagzi Tibi, ott a Lászal nem lesz, Bibi, ahogy remélem, ezzel jövök. Remélem, hogy ezeket nyomtad, tényleg? Nyugtass meg, nyugtass meg. Egyetlen egy mondat van egyébként, ami minden koncertemen van, minden koncert így kezdődik, hogy akkor kezdünk az első számmal, mert a másodikkal kezdeni butaság volna. Így kezdődik. Na, mi a következő? Na, van egy dal, amire abszolút nem emlékeztem már én, és kíváncsi vagyok, hogy nektek egyáltalán beugrik valami. Valahogy ez a fogyókúr, ez állandó visszatérő téma volt, és erre hogy nem. Hogy nem tudtunk erről leszállni. De szerintem azt gondolom, jól fogtam meg ennek a dolognak a lényegét, jöjjön akkor az én kis fogyókúrra himnuszom. Le kéne mennem edzeni, le kéne mennem edzeni, de ma még nem. Én értékelném az életet, ha kaptam volna Brad Pitt kéneket. Nem kéne erőltetnem az éneket, ha kaptam volna jó kis Brad Pitt kéneket. Hordhatnék MS méretet, ha kaptam volna Brad Pitt kéneket. És mindent megennék, amit lehet, ha kaptam volna jó kis Brad Pitt kéneket. Mondd, miért nem lettem dísznövény? Az bármit ehet, mégsem lesz kövér. Egy nap végül edzeni letérsz, addig meg majd megszépít a pénz. Ó, én tök jó sovány lehetnék, hogyha Brad Pittként újra születnék. Mindegy magamére tehetnék, hogyha Brad Pittként újra születnék. De ha újra születsz, bárki más lesz. Lehet a magas, mint Rákóczi Ferenc, és csodádra jár majd az egész város. A formás leszel, mint Vadon János. Mondd, miért nem lettem én sövény? Az bármit ehet, mégsem lesz kövér. De akkor lesz majd teljes csak a varázs. A mocskos gazdag leszel, mint a Balázs. Tényleg nem emlékeztem rá, ugye? Egyébként, hiába vagy, vagy sovány, ha nem vagy mocskos gazdag, mint a Balázs. Igen, már örültem, hogy kimaradok belőle, de tévedtem. És az a durva, hogy egy geg kedvéért így csuklóból keményebb vagy, mint a Hooligans. Az utóbbi 10 évben. Ugye? Egyébként tényleg. Jó, mi a következő? Bevállaltam én magam is dolgokat, mert voltak olyan kihívások. Voltál is, meg kellett élni. Igen, nekem is meg kellett élni, így van. Hogy volt egy olyan teszt, amikor le akartuk tesztelni azt, nyilván egyébként sem vagyok az évszázad legpörgőbb nyelve, de leteszteltem azt, hogy különböző... Nem, hát ne, azzal nincs baj, pörögni pörög, csak sokat elakad. Nem a pörög sem van, a pörög csak üresbe. Te szemétláda, maradj már csöndbe! Na, hogy kipróbáltam különböző részegségi szinteken, nyelvtörőket próbáltam elmondani, leteszteltük. Egyébként ekkor történt valami olyan végzetes mérgezés, és azóta akad a nyelvem akkor, hogyha iszom. Előtte abszolút nem volt ilyen. Valami átkattant? Valami, akkor annyit ittam, hogy azóta megmondom neked őszintén, azóta beszélek így, hogyha iszok. Egyébként eddig normálisan ment. Jöjjenek, 4 részegségi szintet próbáltam ki, mutatjuk őket sorba, hogy hogyan is zajlott. Bevitel, egy sör. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1. Nem minden csacsi csöcse csöcse, csak a csöcse csöcsű csacsi csöcse csöcse. Mert ha minden csacsi csöcse csöcsű volna, akkor minden csacsi csöcse csöcsű csacsi volna. Lenin mauzóleumának a lelinóleum mozása. Állj meg, vagy megvagy, vad megy mag hadnagy. Tehát ekkor még rendben van. És az a szomorú, ez megdöbbentően jó. Hihetetlenül jó, és annyi, hogy aki a csacsi csöcse csöcse, az nem, még nem az ital, az mind én vagyok, bébi. Tehát ott nem, az, arról nem az ital, tehát ezek a légdúsaik, akik így tudnak beszélni. És folyamatosan vittem be a tudatmódosítót, nézzük, hogy hogyan haladtunk. Bevitel 2 sör 5 feles. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1. Nem minden csacsi csöcse, csak a csöcse csöcsű csacsi csöcse csöcse. Mert ha minden csacsi csöcse csöcsű volna, akkor minden csacsi csöcse csöcsű csacsi volna. Lenin mauzóleumának a lelinó leumozása. Amerika nem a jamaikai, aki, de Jamaika nem a jamaikai, aki.
Itt már azért érződött. És tudod, hogy a szomorú, hogy nem a beszéddel volt nagyobb gondom, akkor azt hittem, hogy jól mondom, az olvasással. Tehát, hogy mondani még csak-csak. A hármas szint szerintem már beszédesebb lesz, itt már finom visszárú is lassan kezdett keletkezni. Jó, mi a következő? Ja. Nem, ilyen, bocsánat. Kicsit túlugrottam. Kísérlet hármas szint. Bevitel, három sör, 10 feles, 2 pár virsli, kenyér. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1. Egy luxus zsuk sluszkulcs, meg még egy luxus zsuk sluszkulcs sluszkulcs, az 2 luxus moszkvics sluszkulcs. Mikor a szecsuáni sincsiszoló sincsiszol Szecsuánban? A titkaka tavi taktikek 12 titkos taktikai titka. Volt egyszer egy icipec pockos, aki pockon pöckölte a pici pockos pockot a pockon pöckölt. Kemény. Hát azt gondolom, hogy itt már nagyon működik, és akkor jöjjön a vége, ami az abszolút katarzis, amikor figyelj, olyan részeg voltam, hogy járni nem tudtam már, és megnéztük, hogy akkor, hogy mennek a nyelvtörők. És a legjobban akkor ment. Döbbenetesen ment. Bevitel, 4 sör, 15 feles, visszáru, 1 sör, 2 virsli. A nyelvtörő hamarosan kezdetét veszi. 3, 2, 1. Szőrös hörcsök, szörpöt szörcsök, rátörtek a heregörcsök, inkább vegyél fröccsöt, ne szörpöt, ne törnek rád heregörcsök. Rózsaszín disznóska, uzis zacskója. Csóri csiga talán csúcsán cselleng, csalán csúcsát csipegete fent leng, de a csalán nem tűri csóri csigasz, csiga csupasz csápját megcsípi. Észak-amerikai jamaikaiakkal. Itt már szövegértelmezési, itt már finom szövegértelmezési problémák voltak. Egy nagy-nagy kedvencem van, volt egy vélt sérelmem a Janitól. Emlékeztek, hogy ez hol volt és mi volt? Csak az volt egy pár. De volt egy olyan, amit benéztem. Én egy, szerintem vélt egy volt való, sok. Sok, csak az elmúlt 10 percben volt 2. Nem, volt egy sztori, kint voltam ugye Tájföldön, és bejelentkezgettem. És a Jani nagyon nagyot rúgott belém kint, ami nagyon fájt, és elkezdtem őt nagyon keményen pirítani visszafelé. Majd kiderült, hogy valójában nem is ő mondta, hanem a Balázs. De én addigra már kész voltam 3 hanganyaggal, amiben fölkészültem, hogy majd a Janit aprítom. Az volt, hogy ültem a robogón, és ment, osztottak engem kint telefonon, és nem hallottam, hogy kimondta, hogy úgy nézek ki, mint egy derékban elkötött szaloncukor a robogón. Ezt te mondtad. Én úgy hallottam, hogy a Jani mondta. Megvan, és amikor visszajöttél, akkor kérdeztem, és mi van? Most ezért miért kaptam? Még kint is. És nem a túrót. Úgy volt, hogy mikor én mondtam, hogy most akkor készülök a revanssal, akkor ti mondtátok, hogy ezt valójában a Balázs mondta, de akkorra én már mondtam, hogy hát srácok, bocs, a 3 hanganyag kész valami, nem most a Janit fogom pirítani, mert én azt hittem, hogy ő mondta. Bátorság próbákra mentem ugyanis, kint Tájföldön, és ebben hát finoman meg lett említve ez a sérelem. Megirigyeltem tőletek, hogy mennyi mindent kipróbálhattok, kicsit bántottatok is, hogy nem vagyok elég kemény csávó, és készült 2 bátorságpróba hanganyag, amik abszolút nektek készültek. Filmszínházunk bemutatja Kassa Tibi a Kemény csávó című filmjét. Második rész. Kassa Tibi a cápák közt. Itt állok az Antarktika cápavadászhajó fedélzetén, ahol nyílt sebbel a térdemen fogok lemerülni 10 vérszomjas cápa közé, csak azért, hogy bizonyítsam halált megvető bátorságom a Jani számára. Már rámadták a búvárfelszerelést, csak a merülés van hátra. Basszus, láttad mekkora? Jó, hát én de belemegyek, az biztos. Gyerünk szépen kajázni, majd Photoshoppal megcsinálom, hagyjál már! Igen, ez is volt. Hát azt gondolom, hogy ez már elindult, de a következőben egy picit még ráerősítettem, amikor is egész egyszerűen egy oroszlán ketrezbe záradtam be magam, hogy bizonyítsak a Janinak, aki egy büdös szót nem szólt akkor éppen, és nagyon-nagyon méltatlanul kapta. Jöjjön ez. Filmszínházunk bemutatja Kassa Tibi a Kemény csávó című filmjét. Harmadik rész. Kassa Tibi az oroszlán ketrecben.
Itt vagyok Tájföld egyik legnagyobb oroszlán farmján, ahol összezártak engem egy vérszomjas oroszlánnal. De én nem félek. Nem félek annak ellenére, hogy az oroszlán egyetlen harapással letéphetné a fejemet, de tökéletesen uralom az ösztöneimet. Na, Jani, például erre te nem lennél képes, bár az igaz, hogy gyerekjeggyel behozhatnálak a parkba. És itt látható mögöttem a vérszomjas fenevad. Gyere, gyerekek, mennyi nyugtatót adtatok ennek? Baromira látszik, hogy alszik. Emeld már föl legalább a fejét. Ez megdöglött. Na mindegy, nyisd ki a száját, én beledugom a fejem, csináljunk gyorsan egy fotót, aztán húzzunk innen, mielőtt észreveszik, na. Ezzel üzentél a Janinak? Erre nem is emlékeztem. Ez hát, volt az üzene? Hát nem, hát itt mindig bele volt egy kicsikét véve ő már, hogy egy picit próbáltam revanst venni azért az engemért sérelemért. Ugye itt volt benne, hogy gyerekjeggyel akartalak bevinni a parkba, és te erre soha nem lennél képes. Igen, hát soha nem voltál a riposztok nagymester. Na, én csak kaptál, tudtam. Na jó, akkor most jó. Három, Jani. Jó, most mi van még? Egy picit ugye eddigre már a rengeteg tájföldi bejelentkezéssel elégettük az addig sem túl népes rajongótáboromat, mert az egyik utolsó ilyen tájföldi kiruccanás környékén már nagyon kezdtek jönni azok a típusú üzenetek, hogy rohadjak meg én, hogy elmentem nyaralni. Tehát, hogy nagyon ebben az irányba mozdult el a dolog. Úgy éreztem, hogy ki kell húzzam a probléma méregfogát is Tájföldön. Született egy dal, amit azóta is rengetegen kérnek egyébként. Ez nagy klasszikus, tényleg. A dal meg szerényen csak azt a címet kapta, hogy rohadjál meg, kasza. A kasza melegben van, nekünk megmaradt a hideg. Ő mosolyog, csak bárgyú, minket megszétvett az ideg. Ráadásul nővel van, kinek elkülcse laza. Hát rohadjál meg, rohadjál meg, rohadjál meg, kasza. Kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a... A kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a... Ha kívánunk mindenked olyan bajt, miből nincs kiút, hogy lány helyett így magadévá egy nagy mellű fiút. És minden nő dönti, szelegjen Ádám csutkák haza. Hát rohadjál meg, rohadjál meg, rohadjál meg, kasza. Kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a... A kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkor a herpeszel, hogy leszáradjon a... Tájföld! És végén azért, ez nagyon jó. Csak film a Tájföld. Igen, és egyébként ez borzasztó nagyot fordított. Tehát baromi érdekes, hogy hogyan tudja az önirónia átfordítani egyébként azt a színgyűlöletet, ami akkor már volt. Mert ezzel tudtak azonosulni a hallgatók. A gyűlölet megmaradt csak. A gyűlölet megmaradt csak, legalább van dal, amiben ki tudják énekelni, így van. Még egyet akartam mutatni, ezt most nem volt ide bekészítve, de a kitelepülések kapcsán rengeteget mentetek mindenféle ilyen óriás attrakcióra, nyilván a jövőben is rengeteg ilyen attrakcióval készültök, és volt a nagy merülés, a nagy emelés, a nagy fáramászás, a nagy földbebújás. És egy picikét ezt tovább vittem nektek, és egy kicsikét a kitelepülések jövőjét megálmodtam nektek, jöjjön erről egy hanganyag, a Nagy Etetés címet kapta, nézzétek meg. Costa Rica 2013. A Morning Show ismét magasra teszi a mércét. Jön a Nagy Etetés. A magyar rádiózás történetében először Balázs, Jani és Feri egész reggel egy T-Rex fészkéből jelentkezik. Vagy legalábbis amíg az haza nem ér. Jön a Nagy Etetés. Vadon élő Csali János önként vállalta, hogy bebizonyítja, a T-Rex nem gonosz. Hogy hogyan sikerült neki, megtudhatjátok az adásból. Legyen elég annyi, van üresedés. Jön a Nagy Etetés. Mert attól, hogy a Jani Vega még a kedvére tehet egy húsevőnek, jöjjön egy kis ízelítő az adásból. Jani mögötte! Jani! Ez kellőképpen primitív. ez a mi szellemiségünk. A Jani mögötted. Ebben fürdünk. Jani mögötted. Jani mögötted. Ha már és akkor a legnagyobb, nem, a legnagyobb slágert hagytuk legutoljára. Tudom, az a baj, idő van. Látom rajta. Nagyon, ha a szellemiségről beszélünk, még egyet akartam mutatni, de akkor ugorjunk rajta, majd bepotoljuk. Van egy dal, amit abszolút a Morning Show-nak köszönhetek minden szempontból. Ez ide lett készítve, igazából a szomszédokról beszélgettünk, az volt csak a téma, hogy kicsikét beszélgessünk a jó szomszédi iszonyról, és nem akartam üres kézzel jönni, és este még ugye negyed órát támasztva a konyhapultot, összepatintottam egy dalt, ez volt a Költözzel, amit itt játszottunk le, talán akkor te nem is voltál, Balázs, amikor az volt
úgy emlékszem. Nem, én akkor szabadságot tettem ki, mert... Úgy emlékszem, már nem bírta tovább. Tudtam, hogy hozol egy szemét. Azt lejátszottuk akkor itt, és most azt a verziót fogjuk meghallgatni, ami akkor itt adásba került, nem azt, amit már a koncerteken is játszunk, és ez több milliós letöltést tudott elérni ez a dal, tehát konkrétan nagy slágereket meghazudtoló módon, úgyhogy egyébként soha senki nem játszott, ez csak a Morning Show durrantotta be a köztudatba, szerintem 3-4 millió körül jár már különböző linkeken, ez a bizonyos szomszéd ellenes himnusz. Ez, igen, már régen az, ez a bizonyos szomszéd ellenes himnusz, a dal címe Költözz el! Egyszer a fejedre húzom, meglásd a kukád, ha hajnal háromkor megint ugat a kutyád, amikor kora reggel ébredek a flexre, olyankor anyádékkal gondolok a szexre, hát kérlek költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldog is már mást. Kérlek költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Vedd észre, nem vagy te egy honfoglaló tatár, a kerítés nem csak jelkép, az a telek határ. Tudom én, hogy éhesen az élet bizony kemény, de az a fa, amiről te almát lopsz, az enyém. Hát kérlek költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Kérlek költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Mikor a zaj miatt már 80-szor szóltam, a lelki szemeimmel láttalak már holtan. Hogyha csend lesz végre az állandó zaj helyett, ígérem, én sem fűzgélem tovább a nejet. Hát költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Kérlek költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó szomszéd és költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Fogd a flexed és költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó és költözz el. Tibi! Küzdök, gyerek, a könnyeimmel küzdök, fáj a búcsú, de megmondom őszintén, egy párat nagyon szívesen alszok most így nyáron keddenként. Látfél. Ugye? Pihenjél, koncertezzél, állj helyt máshol, és aztán abszolút, össze folytatjuk. Így van, várlak benneteket, addig is gyerekek, keddenként én egy nagyot alszok, és majd gondolok rátok, amikor ti korán keltek, jó? 4:40-kor én meg fölhívlak minden reggel, hogy nyugodj meg, Tibi, már fent vagyok, és úton vagyok. Balázs, már fölébredtél, fönn vagy? Csak csörültem, hogy fönn vagy-e? Akkor visszafekszem, igen. Tibi, köszönjük, jó? Hozd majd az új dalodat, ha lesz ilyen a következő két és fél évben valamikor. Nagyon várunk. Hogy hozd be azért, behozhatod, gyere, lejátszuk mi itt reggel, aztán a többiről a rádió dönt, de mi játsszuk reggel. Jó, egy-két üzenetet töröljék ki majd a telefonodból, hogy át tudjuk küldeni a hiányoló SMS-eket. De drágák vagytok. És nyilvánvalóan most nyáron nyilván úgy fogtok elengedni, hogy ahogy vége a megszólalásnak, kapom tőletek az ajándékokat. Ezt már a hallgatók nem fogják hallani, de itt van nálatok. Valami exkluzív és értékes. Így van. Tibinek köszönjük szépen, ősszel találkozunk. Tibi, nagyon-nagyon köszi neked még egyszer. Ciao, sziasztok. Ciao, hello. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.